Micsoda biztonságban vagyunk. Milyen boldog vagy. Nagyon. Meg ennyire? Nagyon. Így van. Behozom ezt a birka felsát. Kis magán információ. Ugye hát ilyen mirigyeket nem beszélhetünk meg előre. Ez az improvizáció. Azt viszont otthon én már nagy boldogan készítem elő, hogy legyen egy hentes, de ha ezt az Iván játsza, akkor már tudom, hogy ő nagyon élvezi, hogyha öltözhet, és akkor én mit kellékes, meg takarító, meg igazgató, meg producer, meg menedzser, és egyáltalán hozom neki ezeket a remek eszközöket, hogy két késsel tudja itt hangszerelni. És hát... És ez még csak az eleje. Szóval, azt mondja, ez Feri, Feri volt az apa. Aztán azt meséltem a következő. Na, aztán azt meséli nekem Adél, hogy a Kamilla egyszer csak nem hagyja ki a helyi előadást, amikor a műkedvelő társulat bemutat egy kis műsort. Ó, ez a kedvenc zeném! Bravo! Egészségünk. Jó voltál ma. Mit tudás? Én vagyok. Én vagyok. Megmutatom, hogy vagyok igazán én. Így. Igen? Azt tudom kérdezni, hogy csak egy autó. Hopp, ki? Így. Megfogom. Hol van? Itt van. Szóval... Igen? Egy autogramot kérhetnék. És azt közben megkérdeztetem, hogy nagyon nehéz ennyi szöveget megtanulni. Egy dologra, ha figyeljek, csak egy autogramot. Az ilyen gyönyörű hölgyeknek mindig szívesen adok. Köszönöm szépen! Az az igazság, hogy tudom, hogy én is elvarázsollak téged, de te is elvarázsolsz engem. Egy gyönyörű nő vagy, és sok gyönyörű nő van mellettem, de ilyen, mint te, honnan jöttél? Hát én az szomszéd faluból. Igen, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre jártak. Meddig maradnak? Földobom, bekapod? Nem, most már köszönöm, de oké, próbáljuk. Na, egy! Azaz, megyen! Ennyi, a művészet gyakorolni kell, Én nagyon szívesen gyakorolnám. Nem innál meg nekem valamit. De, köszönöm. Szereted az alkohol? Hát, néha is egy kis bort a férjét. Ellazít, kicsit. Itt egy gyönyörű világ! Művésznek készültem sokáig. Nem zavarom, te fölveszem a szemüvegemet, mert egyrészt sokan megismernek, másrészt pedig kicsit zavar a fény, harmadrészt pedig ez vagyok igazából. Én szerintem egyébként a szeme is nagyon szép. Kinek? Tegeződjünk! Légy szíves neked! A szemed is nagyon szép, úgyhogy szerintem az is te vagy. Gyönyörű nő vagy. Tudod, a művészvilág az csupa csoda. Fények, nevetés, bohókásság, egészségünk, alkohol. Élvezzük az életet! Élvezzük! Honnan jöttél? Ez az, amire vágyom. Azt hiszem, nekem ez hiányzik. Akkor bejöttél, megfigyeltelek, nem vettél le egy gyűrűt a kezedről?
mintha levettél volna egyet. Férnél vagy? Igen. Nem zavar. Egészség. Férjed erős? Volt, mit tudom én, egy ilyen izmos, vannak fegyverei, vagy mit tudom én? Nem. Sok kése van, nagy kések kell. Ez legyen. Viszlát. Nincsen. Nem mondj róla semmit neki. Jó? Nem igaz félnék, mert nem félek. Csak nem mondj. Egészségünkre. Egészségünkre. Vigyázzon kell az épségemre, vigyázzon kell a szépségemre. Vigyázzon kell magam. Jó, most elutazott egy hentes konferenciára, úgyhogy... Igen. Köszönöm. Ilyen nők, mint te. Tényleg? Ilyet én még nem láttam. Tényleg? Hát... Hát ilyet még. Ilyet, de pont ilyet? Tényleg? Esetleg... Haza kísérletlek? Én nem szívesen mennék haza. Gyerünk már! Gyerünk már! Táncoljunk! Pörögjünk, farogjunk, gyere! Haza kísérletek! Amúgy is ott van a nyakadban a sálom, az az én sálom! Gyere, hozzunk már! Kamilla Márióval. Hát, akinek nem nagyon lehet ellenállni. Nem is lett belőle egy nagy ellenálló. Hol vagy? Itt vagyok. Azt nem viszed el. Azt nem viszed el. Azt én vettem neked. Az a kiétől? Anyámtól kaptam. Ja jó, azt hittem, mert ezt én vettem neked. Jó. Azt nem viszed. Jó, elmész innen. Igen. Elmész innen. És a gyereket meg én fogom meg. Nálam marad. Nálam marad a gyerek. Nem, az biztos, hogy lesz. Egész végig dolgoztam. Mindent kitettem érted. Mindent megcsináltam érted. Mindened megvolt. Az enyém a ház. A gyerek is az enyém. Ebből a húsból elvettél? Nem viszel ebből sem. Nem, nem, megmérem, és megmérem, és nem viszel. Soha életemben nem fogok húst tenni, de még a lakockából, a lakockából, ami egy csoda. Na, ezért mész el. Azért megyek el felé, mert elég volt. Elég volt neked is. Micsoda hálátlan ember vagy te. Egyszer is kezet emeltem el át. Egyszer is volt az, hogy lustálkodtam. Egyszer is volt, hogy éhezned kellett. Micsoda ember vagy te! Nézd meg, udvaroltam, vettem ilyen növényeket, vettem, mert tudom, hogy szeretik a lányok. Holott ebben van a vitamin, a lapockában, amit te lefújozol, abban van a vitamin. Nem ebben, mit csinálsz? Megszagolod? Jó az illata, és akkor mi van? Ez. Ez. Ebben van a pénz. Menj innen, nem akarlak látni. Gyereket. Hálátlan vagy. Sajnálom. Valami vonz. Mi vonz? Mi vonz, ha nem a biztonság kell neked? Az élet. Milyen élet? Hol van neked élet? Itt van az élet. Mindent megadtam neked. Mit nem adtam meg neked? Mit adjak még meg neked? Mi kellett volna még? Mit az otthon és a biztonság? Feri, ne csinálj, nekem így is nagyon bűntudatom van. Nem érdekel! Ne sírjál! Menjél innen el tőle! Gyereket viszem. Dolgom van. Nyereségnek, mi számít veszteségnek, de most megnézzük, hogy hogy élnek együtt Márióval. Márió? Igen, Szina? Itthon vagy? Alszol? Aludtam. Aludtam. Háromkor feküdtél le, édes. Háromkor. Háromkor. Kis pezsgőnk van még, nem? Van még, hozzá neked pezsgőnk. Van még, akkor kérek, gyűjjön.
gyereknek kéne egy kis pesgő, hát mindig állandóan sír. Köszönöm szépen, gyere gyönyörű. Köszönöm, Ugye. És jól ment a szeretés. Nem árt a babának, ha szoktasz ki közben is. Jól szerepeltétek? Gyönyörű. Jó. Figyelj ide, gyönyörűségem. Esetleg... Figyelj csak. Igen? Hova tűnt a... Hát ez az. Az állólámpa. Az itt dolog, azt el kellett adjam. Szerinted mit iszunk? Hát mi van, amit iszunk? Mi van? Élünk! Hát ebből élünk! Hát a bolondozok, abból nem élünk meg! Hát ebből élünk meg! Igen, de viszont amit kérdezni szeretnék, az az, hogy... És esetleg egy feleség, jaj, de gyönyörű, hogy nincs esetleg egy kis pénzünk, pénz kéne. Hát figyelj, még anyukámtól... A volt férjed nem ad nekünk? Hát adjunk már nekünk. Majd megkérdezik. De miért csak magára gondol ez az ember? Hát figyelj, neki még fájdalmai vannak. Nincs az, hogy gyönyörű lenni. Hát neked színésznek kéne lenni. Jaj, de... Színésznő lehetni. Beviszlek Pestre. Színésznő. Nézd oda, micsoda gyönyörű lány. Neked áll jó, nem, neked is áll. Állj, mutasd magad. Jaj, de gyönyörű vagy. Azt a mindenit imádom. Micsoda. Te vagy, micsoda, miattam van. Micsoda nő vagy. Micsoda nő vagy. Te vagy. Imádom. Szóval pénz. Anyámtól tudunk pénzt keresni. Igen. Kérni. A férjemtől biztos, hogy egyelőre még nem keres semmit. Kéne a férjedtől. És figyelj, te mennyit kapsz a előadásokért? De azt én elszórakozom meg, hogy nem teszem a lovirat. Az... És hát nyertél a lovirat? Nem nyerek, hát de akkor hoznám haza 2-3 pesgőt. Nem nyerek. És a kártyázással hogy állsz mostanában? Hát rendezom, csak nem nyerek. Tehát pénz kéne. Kéne. Viszont most... Elmegyek dolgozni, az lesz az egyetlen megoldás. Hát azt kéne, ezt tudom, akartam mondani, hogy valamit kéne csinálni. Hogy mi jól legyünk. Ezt nézd, micsoda gyönyörű virágot loptam neked. Gyönyörű! A templom kertjén legyenesen, ahonnan szeretett. Paptól egy rohannak kell, ezt nézd, micsoda gyönyörű. Igaz? Micsoda boldog életünk van. Nagyon. Nem? Kurva kényelmetlen ez a mat. Hát de, erre kell a pénz, bizony, mert különben honnan veszünk. Jó, ezt kitalálom, jó? Szóval valamit csinálok, csak akkor te itthon tudsz lenni, hogy vigyázz a gyerekre? Amíg én dolgozom? Hát mennyi időt? Hát csak azért, hogy ne aludjál, mert akkor ugye... Tehát, most hogy... egy órát biztos, hogy benn vagyok, és addig játszhatok a gyerekkel. Na, mit szólsz hozzá? Jó. Jó? Jó, akkor én elmegyek addig állást keresni, jó? Egyébként vicceltem, itt vagyok, figyelek. Este előadásom van, tudom. Addig. Csodálatos lesz. Gyönyörű vagy. Jaj, gyönyörű vagy. Imádlak. Olyan vagy, te vagy a múzsám. Te vagy a múzsám. Ha te nem lennél, én nem élnék. Micsoda csoda. Akkor elmegyek munkát keresni. Jó. Egy gyereket akarok én is tőle. Tényleg? Persze. Én most nem tudom, akarok-e még egy gyereket, de... Meggondolod. Hát most ez a dolgoz, és a munkáról, hogy jó, a munka mellett. Nézzünk valahonnan. Azért jó, megyek. Oké. Szia, gyönyörű. Szia. Szóval, most láttuk a nagymama, meg az anyuka életét, valamelyest összefoglalva. Hát kérdezem én, hogy ugyanígy csináltuk volna-e? Mennyire szoktuk például megbánni azt, hogyha eldobunk valamit egy másik dolog reményében. Tehát valamit kapok, de valamit elveszítek. Akkor megéri vajon? Melyiket láttuk boldognak, és melyik időszakában? Mert egy jobb-nagyobb pasik sorakoztak itt tulajdonképp. Szóval irigyeltétek-e, vagy utána csinálnátok-e bármelyik választást? Egyáltalán veszteséget láttunk-e? Hát ugye az első történetben nem sok beleszólása volt, talán egy egész generációnak abba, hogy elveszítették a férjeket, ugye? Emlékszem, hogy még a
nem is tudom, mondjuk a 90-es évek elején, 80-as évek végén, Németországban olyan jókat buliztak együtt a nénik a nénikkel. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki például látott ilyen 5 órai teát, ami nálunk valahogy nem maradt divatban. De ha igen, akkor sem vállaltuk, vagy nem voltunk úgy szocializálva, vagy nem tudom. Valahogy az a generáció, az nálunk nem találta úgy föl magát, mint amit én láttam mondjuk Bajorországban, ahol annyi háborús özvegy maradt, akik viszont szépen kiöltöztek minden vasárnap, és akkor a néni a nénivel kitanulta szépen úgy, ahogy a tánciskolában kell a csa-csa-csa, kettő csa-csa-csa, és így egymással táncolgattak, és volt abban valami felemelő, hogy csomó veszteség, kollektív veszteségük volt, és mégis tényleg boldogok voltak a maguk 89 éves módján. Na, szóval mit gondolunk erről? Érdemes volt-e például Ferit a házával, a hússal és a jó kis bevétellel együtt lecserélni egy ilyen bohócra, vagy egy ilyen bohém emberre? Na jó, hát senki nem volt még. Nem volt még senki szerelmes ebben a házban, nincs róla információnk, nincs élményünk. Hát itt még nem tudjuk azért, még elég az elején tartanak a szoknak, ha jól értem, ezt nem tudjuk. Hogy hát már két kell, már most itt átlapoztuk a 30-as évek végétől. Igen? Ja, hogy ez? Most igen. Ez ilyen impulszinak indul, de hát bármi lehet. Mi? Igen. Jó, ez nem, az meg egy lesz rendes ember. És az segítség. Csak ugye írtó furcsa az élet, hogy az időbeli síkok ugye kicsit eltolódnak. Tehát akkor kap mondjuk ez a nő,